ha szerda, akkor ismét Bajnokok Ligája, üdvözlök mindenkit. Sporting Barcelona Bajnokok Ligája mérkőzés. A portugálok egy Olympiakos elleni győzelem után nagy reménnyel tekintenek előre, és a Barcelona ellen sem akarnak leszegett fejjel játszani. Már is mondom, tovább jöjjön a Bajnokok Ligája himnusza. És már is mondom a Sportingnak a kezdő 11-ét. Rui Patricio, Coates, Fabio Coentrao, Bruno Fernandes, Acuña, Piccini, Mathieu, Fabio Coentrao, Bas Dost, Ruiz, Bruno Fernandes a Sportingnál. A Barcelona testégen Nelson Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Iniesta, Umtiti, Jordi Alba, Dembélé, Suárez és Messi csatárhármas a Barcelonánál. Tehát amit elmondtam, a Sporting nem leszegett fejjel akarja ezt a mérkőzést végig játszani. Ugyebár van egy ex-barcelonás is a Sportingnál, nevezetesen Mathieu. Mathieu elmondta még a mérkőzés előtti napokban, hogy ha... Tehát ő nagyon szeretne gólt lőni a Barcelonának, és ha esetleg ez sikerül, akkor a vezetőség előtt fog örömködni. Ő szereti, vagyis hogy szerette a Barcelonát, de úgy érezte, közben Bruno Fernandes a szélen a labdával megy el. Bruno Fernandes, ki kísérte a labdát? Jöjjött Ter Stegen. Tehát elmondta, hogy ha sikerül gólt szereznie, akkor a vezetőség előtt fog örömködni, illetve hogy ő nagyon jól érezte magát a Barcelonában, viszont a legtöbb vereséget az ő nyakába varták, közben egy helyzet adódhatott volna. Tehát az ő nyakába varták a vereséget, és más játékosokról meg nem beszéltek, és itt meg is említette például Piquet, hogy ő is benne volt egy-két meccsbe, de őt mégsem vették elő úgy, mint Mathieu. Tehát Mathieu most úgymond revansot szeretne venni itt a Barcelona ellen. A Barcelona egy nem egy könnyű mérkőzésen, de mégis 3-0-ra győzedelmeskedni tudott a Juventus ellen. Piquet fejelte ki nagyon szépen. Tehát a Juventus ellen tudott győzedelmeskedni. És így a csoportban 3-3 ponttal a Barca és a Sporting van holt versenyben is. Itt most eldönthetik, hogy ki fogja vezetni a tabellát. Iniesta, Sergio Busquets, Jordi Alba, Dembélé, Suárez felé az ívelés, jön Rui Patricio, Piccini felé, szépen fejjel Ruiz, Umtiti, vissza Ter Stegennek, Nelson Semedo, Rakitic, Messi, Rakitic, Dembélé felé az ívelés, és Dembélé rosszul tudott belefejelni Dembélé. Ment az ívelés, és Dembélé fejéről lecsúszott a labda. Jött a kirúgás. Ruiz felé. Rui Patricio kirúgása, a Barca szerzi meg a labdát. Umtiti vissza Ter Stegennek. Egyelőre tapogatózva játszik a Barcelona. Rakitic, Messi, Nelson Semedo, Semedo elmehet ott a szélen, Suárez, visszaszerzi a Barcelona, Semedo, Messi, Messi helyzetben, Messi teszi el, is ott a gól!
Már is vezet Lionel Messi góljával a Barcelona. Itt egy nagyon rossz passz, kifelé elveszíti a labdát a Sporting, Messi üresen marad és szépen elteszi Rui Patricio alatt a labdát. Lionel Messi vezet is a Barcelona. Spitzel tette be. Hát egyelőre még várat magára a Sporting gól, és az is, hogy esetleg Mathieu találjon be. Bazdost. Acuña. Acuña szélen. Ruiz. Ruiz be tudja adni. Bazdost. Lepattan a védőlő Bruno Fernandes. És el is veszíti, és mehet a Barcelona. Messi. Suárez. Vissza Messinek. Messi. Semedo. Szépen játszik a Barcelona. Suárez helyzetben. Védők tisztáznak. Bruno Fernandes vissza Rui Patriciónak. Ki kilövi a labdát. Ruiz. Fabio Contrao. Dost. Ruiz. Mereiros. Piccini. Iniesta szerel. Dembélé. Suárez. Messi felé a labda, védő megelőzi Messit, Rui Patricio pedig kilövi a labdát. Piqué. Jordi Alba. Dembélé. Suárez felé az ívelés, nagyon jó helyen, és éppen, hogy leszedik a lábáról a labdát. Ez is egy veszélyes helyzet lett volna, ha Suárez lálövi. De mindent megtesz a Sporting védelme, hogy megakadályozzák az újabb gólt. Piccini a szélen. Piccini be tudja adni. Dost szedi le. Nem történt szabálytalanság, és tisztáznak a védők. Jordi Alba. Dembélé. Suárez, Rakitic. Jordi Alba. És még Mathieu bent tudta tartani, de elveszítette a labdát. Kifejeli a Sporting. Iniesta. Rakitic felé, ő fejel, ott a második gól. 2-0-ra vezet a Barcelona. Hát ez egy ilyen könnyű mérkőzésnek tűnik. Itt Mathieu, a ludas viszont most, ő veszítette el a labdát. Rakiticshez kerül, a fejéhez kerül a labda, és szépen Rui Patricio mellett elfejeli Rakitic. 2-0. A 21. perc, és egyelőre a Barcelona nem igazán erőltette meg magát. Acuña. Fabio Contrao. William. Ruiz felé az ívelés. Testvégen. Messi felé a labda. Aztán Suárez. Átcselezi magát a védőkön. Nem, visszaadta a Nelson Semedo. Jó a beadás, Messi! És a kapufáról pattant le a labda, jól láttam, Rui Patricio nem ért bele. Messi, Suárez nagyon okosan visszaadta, Semedo adta be, és nem ért kapufát, mellé ment a labda. És egyelőre Semedo az, aki nagyobb távolságokat tesz meg. Jordi Alba. Busquets. Dembélé. Iniesta. Iniesta a szélen, még mindig ő. Megcsinálja a cselt, beadja Suárez felé, kifejelik a védők, és most jöhet a Sporting. Bazdost.
nem indul meg Acuña. Lassan érnek fel, aztán jön Steger, és nagyon szépen jön ki a kapujából. Piccininek sarokkal. Ruiz. Piccini. Piccini még mindig, Piccini be tudja adni, ott egy védő, és Rakitic, így tisztázott a Barcelona, Suárez. Jöhet most a Barca, így van, Dembélé, Dembélé mehet üresen a kapuval, még mindig ő, és ott a harmadik gól. Nagyon szépen eltette Dembélé Rui Patricio mellett. Hát a Sporting nem lesz ellenfél a Barcelonának. 3-0. Nagyon szépen vette észre Messi. Bocsánat, Suárez. Dembélét. Itt láthatjuk mindjárt. Így van, Suárez vette észre. Nagyon szépen Dembélét. Hiába érnek oda a védők. Nagyon szépen eltette a labdát. Dembélé. Messi, Rakitic és Dembélé a gólszerzők. A Barcelona legutóbbi mérkőzésén ugyebár a Gironát verte a spanyol bajnokságban. Közben egy nagy helyzet, Acuña és Piqué szerel szépen. Tehát a Gironát verte 3-0-ra. A Sporting pedig a Moriense-vel egy szegényes egy-egyet játszott. Az pedig egy rossz passz volt Ter Stegen. Utoljára 2008-ban egy bajnokok ligája csoportkörben szintén összetalálkozott a két csapat. Akkor 3-1-re győzött otthon a Barca, a visszavágon pedig egy 5-2-es gólgazdag mérkőzést játszott a Barcelona. És most is azért érik a többi gól is. Bazdos lövi rá, nagyon gyenge kísérlet volt. Suárez felé a labda. Mathieu odaért fejjel, előny szabály mehet tovább a játék, Ruiz. Medeiro. Bruno Fernandes, Ruiz, ott van a helyzet, és Piqué szépen szerelt, nem tudott ráfordulni a labdára Ruiz. Rakitic, jó a passz, Dembélé, és most egy szép passz Messinek, gyönyörű labda. Messi, még mindig ő átverekedi magát a védőn, még mindig Messi, a végén pedig elveszíti a labdát. 36. perc, William. Fabio Coentrao. Acuña azt nem tudta levenni azt a labdát. Semedo Piquének. Rakitic. Vissza Rakiticnak. Semedo, Messi, és most Messi mehet a szélen. Messi, még mindig ő. Még mindig Messi viszi a labdát. Ellövi egy védő aztán mellel. Visszakerül a Barcához. Iniesta Dembéléhez, nem jut oda, és Rui Patricio. Acuña felé a kidobás. Acuña egyből Dostnak, Ruiz vissza Williamnek. William belelövi Suárezbe, és most jöhet megint a Barcelona. Egy szép ívelés Dembélé felé, megint üresen Dembélé, és ezt mellé lövi. Nagyon jól helyezkednek a Barcelona játékosai, és egyből veszélybe tudják hozni a Sporting kapuját. Rui Patricio kirúgása jön a 40. percben. Piqué, Iniesta, Sergio Busquets, Suárez, Messi felé ment volna a labda. Lefülelték a Sporting játékosai, Dost. Bruno Fernandes. Acuña. William. Bazdost. Bruno Fernandes.
Medeiro, Dost felé, Dost üresen, még mindig ő és Ter Stegen. Megvolt az első veszélyes helyzete a Sportingnak. Jól alakította ki a helyzetet a Sporting. Dost el akarta tenni, de jó helyen állt Ter Stegen is védeni tudott. Jöhet a szöglet. Medeiro adja be. Kifejelik a Barcelonánál. Suárez egyedül van, három ember veszi körbe. Suárez, mit csinál Suárez egyelőre? Egyedül jól boldogul, át tudja adni Dembélének, őt várta Dembélé. Dembélé adja be, Messi nem fejeli el, kilövik a labdát a Sportingnál. Bruno Fernandes, hamarosan a 45. percben érünk, és nem hiszem, hogy sokat fog hosszabbítani a játékvezető, elég folyamatos volt azért a játék. Suárezhez kerül a labda, így van, nincs több hosszabbítás, ezt a támadást még megvárja a bíró, és még a kirúgást is. Bocsánat, a szögletet. Messi beadása. Messi, elmegy a labda. Iniesta, még mindig a bíró hagyja. Rakitic, még mindig ott a labda. Rui Patricio, és kilövi, és most van vége. Hát a Barcelonának nem igazán kell nagy erőket mozgósítani ezen a mérkőzésen. 3-0-ra ugyanis vezet a portugál Sporting ellen. Többet birtokolja a labdát a Sporting, de ugyebár a helyzeteket, a helyzet kihasználás mégiscsak a Barcelonának kedvez. 3-0-ra vezet is a spanyol gárda. Most pedig jönnek a félidei elemzések. Dembélé a 10. percben ő veszélyeztetett, lecsúszott a fejéről a labda. Ha nem kell sokáig várni, ez a Semedo passzából. A 12. percben Messi nagyon szépen vette észre Semedo, és vezetett is a Barcelona. Nagyon szépen eltette Messi a labdát. Aztán 22. perc. Iniesta, Rakitic emelkedik és beteszi Patricio mellett. Így már 2-0 volt a Barcelonának. 25. perc. Messi fejelt nem sokkal a kapu mellé. A 29. percben aztán egy Suárez passzból Dembélé törhet a kapura, és nagyon szépen tette el azt a labdát. A 40. perc. Megint Dembélé, de ezt viszont most mellé lőtte. A Sporting talán legnagyobb helyzete jön most. A 43. perc, Dost szedi le a labdát. Jól tartott a kapu felé a labda, de Ter Stegen hárítani tudott. A 47. perc. Suárez sarokkal próbálta betenni, de ott egy védő odaért. Egyelőre nincs meglepetés a mérkőzésen, a papírforma az érvényesülni látszik. És következik is a második félidő. Medeiro helyét jön Jason Martins a Sporting csapatában. És a Barcelona pedig távol is, ott folytatják, ahol az első félidőben abba hagyták. Ez egy hosszú indítás volt viszont. Jöhet a kirúgás, Rui Patricio. Sergio Busquets. Dembélé.
Suárez nagyon szépen észreveszi Messit, Messi még mindig ő elteszi, kapufa! Nagyon szépen vette észre Messi a hosszút, de nem csavarodott be kellően az a labda, így kapufa lett. Acuña úgy alakít ki a helyzeteket a Barcelona, ahogy akar. Fabio Coentrao. Még mindig ő, jó a beadás Ruiz felé, Ruiz visszateszi, nem, rosszul passzolta oda a labdát. Hibákat azért vét a Sporting, egy jó beadás, nem jön Rui Patricio, elmegy a labda, és nem megy messzi se a labda után, Acuñának hagyja. William, Fabio Coentrao, Bruno Fernandes, Dost. Fernandes, Dost ismét, Coentrao, Acuña felé, Acuña eléri, Semedo mellett viszi el, Acuña még mindig, beadja a labdát, Dost, és megint egy hatalmasat védett el Stegen. Vissza Stegennek, aki kilövi. Nem tudnak gólt lőni a Sportingnál, megint Dost a labdával. Jason Martins éri el. Piccini, William, Bruno Fernandes. Jason Martins sarokkal, az rossz helyre ment. Piqué, Semedo, Rakitic, Suárez nagyon szépen lépett el a védőjétől. William, Bruno Fernandes, Ruiz, Bas Dost, Coentrao, Acuña, szép a csel, Acuña még mindig, Fabio Coentrao, jó a beadás, a fejes, és hatalmasat védett megint Ter Stegen. Óriásit nyújtózott. Alakít ki most már helyzeteket is a Sporting csapata. Ott a fejes, és bele tud ütni még. Ter Stegen, jöhet a szöglet. Acuña a labda mögött. Jön a beadás, és kifejelik, Coentrao, mit csinál még Coentrao? Eléri még a labdát, Acuña még bent, ott a fejes, ezt is Stegen kivédi, eszméletlen. Hihetetlen teljesítmény nyújt Ter Stegen. Coentrao fogja bedobni a labdát, beszorul most a Barca, Bruno Fernandes, Dost, és Stegen megint. Dost nem hiszi el. Nagyon szépen megtartotta a labdát a Sporting, és tud védeni Ter Stegen ismét. Acuña ismét a labda mögött. Jön a beadás, nincs fejes, visszaadja, az veszélyes volt, visszaadta Ter Stegennek, aki most viszont tisztázni tudott. De megint a Sporting jön. Szépen sarokkal Dostnak. Dost kiadja Jason Martins. És most a Barcelonái a labda. Dembélé. Messi, Suárez felé a labda. Messi. Még mindig ő. Messi leviszi az alapvonalhoz. Messi a labdával még mindig. Nem történt szabálytalanság. Messi a földön marad. Bírót kérdőre vonja, mehet tovább. Bruno Fernandes, Ruiz. William. Ruiz. Jason Martins. Jason Martins szépen tartotta meg a labdát. Piccini. 61. perc közben. És egyelőre a második félőben jobban játszik a Sporting. Ruiz még mindig a labdával. Ruiz teszi be, nincs fejes. És ismét a Barcelona tisztáz nagyon szépen. Dembélé, Busquets, Suárez. Vissza Dembélének, Rakitic, Messi. Semedo a szélen jön fel. Semedo még mindig Messi.
Rakitic, jön a beadás, Semedo és Rui Patricio. Most jöhet a Sporting. Coates. Jason Martins. Piccini. Ruiz. Coates. Vissza Ruiznak. Piccini. Piccini nem viszi el a szélen. Sarokkal. Dost. Ott már két védő is volt. Nagyon folyamatos a játék. Piqué. Suárez. Rakitic. Iniesta. Messi felé az ívelés, és aztán Rui Patricio, 68. perc. És egyelőre egy elég sima mérkőzést láthatunk. Semedo, Busquets, Suárez nagyon szépen megetette a védőjét. Mathieu, William, hát Mathieu, máma szerintem nem hiszem, hogy gólt fog rúgni, mert labdába se ilyen ér. Jason Martins, jöhet megint a Sporting. Jason Martins, és lepattan a labda, de közben egy csere. Bruno César jön Ruiz helyett a Sportingnál. Jön a kirúgás, úgy ítélte a bíró, hogy utoljára egy Sporting játékos ért bele. Jason Martins, Bruno César, Dost. Rossz a passz. Piqué. Suárez. Dembélét észrevette. Dembélé a labdával. Dembélé mehet a kapu felé. Dembélé adja be. Suárez. Ott a negyedik. És Messi. Elnézést, nem Suárez. Messi lőtte a gólt. A Barcelonának csak meg kell villania ezen a mérkőzésen. 4-0. Suárez, Messi nagyon szépen tette oda a lábát. Dembélé beteszi. Suárez nagyon szépen, Messi nagyon szépen eltette a labdát. 4-0. Dost. Dost élt ezen a mérkőzésen. Jól játszott, de nem tudott gólt szerezni egyelőre még. Azért 72. 73. percig bármi lehet. Jason Martins dobhat a Sporting. Bruno Fernandes kiadja Williamnek, Busquets szerel, Suárez, Messi felé az ívelés, eléri Messi, Fabio Coentrao tisztáz, Acuña, Bruno Fernandes, Coentrao, Dost, Bruno César, Jason Martins, Martins, be tudja adni, nem tud fejelni Dost. Suárez, Iniesta. Rakitic. Coentrao. Dost, vissza Coentraónak. Coentrao beadja, Martins felé a fejes, ez gyenge volt. Stégennek ez nem okozott problémát. Messi, Semedo. Suárez felé. Les. Valóban, igen. Előrébb volt Suárez egy hangyányival. ...79. percben járunk. Jason Martins. Stégennek vissza. Rakitic. Iniesta.
Iniesta. Suárez rövilá. Rui Patricio. Hát nem emelkedik a vérnyomásunk, vagy a pulzusunk ezen a mérkőzésen. Nagyon sima mérkőzést játszik a Barcelona. Nem is igazán volt kérdés. 82. perc, de azért próbálkozik a Sporting. Jason Martins. Jön a beadás. Dost Piccini. Még mindig ő. Jason Martins. William. Fernandez. Most Bas Dost. Belelövi a védőbe. És ez a Barcáé. Suárez. Dembélé mehet a szélen. Teljesen üresen hagyták Dembélét. Dembélé még mindig. Bruno César. Elveszíti. Busquets. Rakitic. Messi felé a labda. Messi nagyon szépen leveszi. És a védő tisztáz. Jöhet a szöglet. Messi a labda mögött. Messi beadása. Rui Patricio öklöz. Próbált egyből lőni. A Barca játékosa William. Ment Dost felé az ívelés. Le tudja fejelni. Coentrao egy kicsit mélységből jön. Dost. César. Ismét a Barcáé. Dembélé. Jordi Alba. Suárez felé a beadás. Suárez. Ott a lövés és lepattan. Védőről. Nem volt lesen Suárez. Pont beleáll. Mathieu. 88. perc és ismét Messi a labda mögött. Jön Messi, Rui Patricio, ismét csak önklözni tud. Jason Martins. Dost. Dost egyedül van. És Busquets, nem Piqué, próbálta szerelni, de még Dost tartja a labdát. Dost még mindig a labdával. Be tudja adni, nem tudják elfejelni a Sportingnál. És ismét a Barca jöhet, 2 perc közben a hosszabbítás. Dembélé. William megszerzi a Sporting. 1 perc van hátra még. És még a Barcelona támad. Dembélé. Dembélé mehet a labdával. Dembélé sarokkal vissza. Jordi Alba vissza Dembélének. Megint Jordi Alba. És itt van, visszaszerzi a labdát a Sporting, és vége is a mérkőzésnek. Egy nagyon sima mérkőzésen 4-0-val győzedelmeskedni tudott a Barcelona. Mathieu-nek elmarad az öröm, és a Sportingnak is, hiszen 4-0-val fejezi be a mérkőzést a két csapat. Itt ismét a meccs legnagyobb pillanatait láthatjuk. Itt volt ugye bár a 12. percben, hogy vezetést is szerzett a Barcelona Messi góljával. ...22. perc. Rakitic gyönyörűen elfejelte. ...29. perc, Dembélé szépen elhúzza a labdát és nagyon szépen berakja. A Sporting egyetlen nagyobb helyzete. Dost. És Stegen védett. Már bocsánat, már a második félidőben már is láthatunk majd azért Sporting helyzeteket. Stegennek kellett párszor védenie.
48. perc, Messi ismét nagyon szépen eltekeri, és kapufát lő. ...52. perc, Dost. Nagy helyzete, és Stegen gyönyörűen nyúlt bele a labdába. 57. perc. Most Ruiz veszélyeztet egy fejessel, és gyönyörűen véd ismét Stegen. Nagyon szépen tartott ficakra az a labda, bár nem biztos, hogy befért volna. Ismét Dost. Az 58. percben, és Stegen ér le ismét. Még mindig az 58. perc. Dost és Stegen. Ismét védeni tudott. 65. perc. Semedo került helyzetbe. Rui Patricio védett. 72. percben ismét egy Barcelona villanás. Dembélé és Messi teszi be a labdát. Ezzel már 4-0. És a végeredmény is a Barcelona számára. 81. perc. Suárez. A védő beleért a labdába. 84. perc, megint a Sporting veszélyeztetett. Dosthoz kerül oda a labda, csak a védőbe tudja lőni. 89. perc, ismét Suárez. Mathieu tudott védeni. Tehát 4-0-ra győzedelmeskedik idegenben a Barcelona. Hiába birtokolta többet a labdát, vagy voltak több passzai a Sportingnak, ezt a Barcelonát a mai nap nem lehetett megverni. Tehát egy igen sima mérkőzést láthattunk, kedves nézőim, és remélem, hogy velem tartott, és tartottatok, és velem tartott mindenki. Teti, és még nem tette, bármikor fel lehet iratkozni a csatornára, hogy tegyétek meg. Én köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.